Milyen volt szülőként találkozni Virággal a mai napon? Nekem ez egy nagyon nehéz érzés volt, mert van két csodás gyerekünk, és Virág alig egy évvel idősebb Aránál, de azért váltuk ezt a segítséget, mert egyrészt ennek a kislánynak ez volt a kívánsága, hogy találkozzon velünk, a Rékával, és hát bízom benne, hogy nem az utolsó kívánsága volt ennek a kislánynak, sőt, ha kérhetnék egy karácsonyi ajándékot, akkor azt kérném, nem mondok mindenről 10 karácsonyra előre, de akkor azt kérném, hogy ez a kislány találjon tüdőt, és gyógyuljon meg, valami csoda történjen vele. És nagyon nehéz azt kérni a szülőktől, hogy ha bárkinek bármi történik gyermekével vagy ismertségi körében, akkor ajánlja fel a szerveit. Hiszen azért van az egész média kampány, hogy az emberek egyre inkább többen csatlakozzanak ehhez a felfogáshoz, hogy ha elvesztünk valakit, akit szeretünk, akkor tovább élhet ez a valaki egy más valakiben, másnak értet adva. Én nagyon, nagyon remélem, hogy ha létezik jó Isten, akkor most nem fog aludni karácsonykor, és ez a kislánya van, valami csoda fog történni. Épp elég tragédia neki, hogy elhagyták a szülei. A szülők nevelik őket tiszta szívből, és még ez a dolog van hozzá. Én nagyon szeretném, hogyha meggyógyulhatna, Rékával tornázhatna, és élhetne egy teljes értékű életet, mert ő az, aki igazán megérdemli. Hogy őszinte legyek, engem nagy örömmel jöttem ide, és találkoztam a kislányjal, és teljesítettem azt a fajta kívánságát a Csodalámpa Alapítványon keresztül, hogy találkozhasson és tornázhasson velünk, de összeszorult szívvel búcsúztam tőle, hiszen ígéretet tettünk arra, hogy segítünk, ígéretet tettünk arra, hogy minél több emberhez eljuttatjuk azt, hogy segítsünk neki, és itt most nem pénzről van szó, hanem egy sokkal fontosabb dologról, egy olyan létfontosságú szervnek a hozzátörténő eljuttatásáról, ami azt gondolom, hogy azon szülőknek is nagyon-nagyon fájdalmas, akik elveszítenek egy gyermeket, viszont azoknak a annak a nagyszülőnek, aki neveli ezt a kislányt, pedig egy szó szerint egy csoda lenne, hogyha Virág megkapná ezt a létfontosságú szervet. Én azt gondolom, hogy nem is találok rá szavakat, hogy hogyan lehet anyaként elhagyni egy kisgyermeket, és remélem, hogy látja ezt a műsort ez az édesanya, aki Virágot elhagyta, és nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha a karácsony és ennek az egész betegségnek a fontossága eljutna az emberekhez, és megindítaná egy olyan fajta érzést az emberekben, hogy ha van olyan ismerős, ne adj Isten, saját gyermek, ahol le kell mondani a szervről, akkor segítsünk annak érdekében, hogy Virág egy egészséges kislány, egy egészséges felnőtt és egy egészséges nagyszülő legyen majd.